Sziasztok! Ez itt a Dopement TV adása, benne a Doperatív törzs feje, Laci király, aki most korona helyett egy New Yorkos baseball sapkába várt titeket, és a mai adásunk címe az, hogy a módszer. Na most, akik nézői a Dopement TV-nek, meg követnek engem mindenféle platformokon, azok folyamatosan látnak rólam ilyen instás szűrőkkel szétfotoshopolt izmos fotókat, és így figyelik a nagyjából fél éve tartó átalakulásomat. Addig is nájdik gyerek voltam, de azért volt egy kis pocakom a nagy izomtömegek mellett, meg olyan 87 és 89 kiló között mozogtam. Hogyha belehúztam a kajálásba, meg a mulatozásba, akkor még a 90-t is elértem, és ezt a súlyt, ezt úgy tartottam, hogy én közben, komolyan mondom, annyit edzek, meg annyit mozgok, mint egy élsportoló. Tehát tényleg büszkén mondhatom magamra, hogy én aztán áldozok a sport oltárán, mert heti 5-6 edzés, futás, kesztyűzés, erősítés, önsúlyos, tehát minden van a repertoáron, de a súlyom az így beállt erre a 87, 89, 90, legjobb esetben 86 kilóra edzés után, és ebből nem is nagyon tudtam faragni. Saját épülésemre kezdtem el csinálni valamit, aminek a neve az lett, hogy a módszer. És ugye mindig úgy osztottam meg, hogy a módszer coming soon, ugye hamarosan érkezik, mert mikor láttam, hogy nekem működik, akkor gondoltam, hogy ebből esetlegesen egy faszakis üzleti vállalkozás lesz, hiszen az egészség megőrzés, a fitség, a jó kinézet, az mindig egy szuper üzleti lehetőség. Sokan élnek belőle, marhára jól, Update Norbitól kezdve, Canik Balázson át, ugye nagyon sokan vannak, foglalkoznak dietetikával, meg testépítéssel, személyedzéssel, aerobikkal, meg minden mással. És azt gondoltam, hogy én, aki ugyan 3 évet jártam a TF rekreációs szakára, csak aztán diploma előtt ott hagytam, és végül is a buddhizmus tanításából diplomáztam le. Tehát elvileg nem vagyok szakavatott ember, de úgy, mint általában a magyarok, tehát ugye magyarok mindenhez értenek, focihoz, politikához, vakcinához, vírushoz, tehát hogy mindenben szakértők vagyunk, én miért ne lehetnék táplálkozási tanácsadó? Vagy ugye testreformálási tanácsadó. Tehát ugye most már elég nagy sportmúltam van, és végül is mondom, teszteltem magamon a módszert, hogy hogy hat, nekem hogy működik, és ahogy látjátok, hát a fotókon lehet látni, tehát nem azt mondom, hogy nincs még egy pici hasam, de gyerekek, edzés után már voltam 79,5 kiló. Illetve úgy általánosan a súlyom 83 és 81 kiló között van. Tehát azt gondolom, hogy ez a minőségi súlyvesztés, ez magáért beszél, mert igazából, megmondom nektek a frankót, mikor kezdtem ezt el, augusztus végén, vagy talán szeptember elején, akkor voltam ez a 81-89 kiló, minőségben leadtam, ugye nyilván változik folyamatosan a súly, de egy 6-7-8 kiló veszteségem volt, minőségi súlyvesztésben úgy, hogy igazából számomra ez túl nagy erőfeszítés nem volt, és nem kellett kidobnom semmilyen kaját, amit szeretek enni. Tehát nem vesztettem el a tortákat, a sütiket, a makaront, az olasz kaját, ha úgy van a pörköltet, a
ázsiai kaját, indiait, eszek szénhidrátot, ha úgy van, fehérjét, zöldséget, gyümölcsöt, bármit, ami a fogamra esik. Én ez az egészséges táplálkozásra amúgy is úgy vagyok, hogy persze törekszünk rá, hogy egészségesen táplálkozunk, de hát amit megveszünk a multiba, azt tudjuk, hogy mennyire egészséges, és igazat is adok egyébként abba például a Norbinak, hogy a cukor van olyan veszélyes, hanem veszélyesebb kábítószer, mint a kokain, ennek is megvannak az okaim, de meg a liszt is, a só is, de valljuk be, szerintem indiferens, hogy egy multiba biopolcról vásárolsz, vagy valahonnan máshonnan. Tehát ugyanolyan csomagolás, ugyanolyan tartósítás, ugyanolyan az elkészítés, tehát nem ebben láttam a dolgoknak a kulcsát, én egy olyan módszert alakítottam ki, ami bizonyos módon a szegények diétája is, mert nem kerül sokba, bár kiegészítőket lehetne hozzá gyártani majd a jövőbe, de minimum könyvet írni róla, de persze tudsz pénzt költeni kajára, hogyha akarsz, mehetsz nagyon finom, meg drága dolgokat is közben. A módszer viszont áldozatot követel, tehát nem akarom azt hazudni, hogy nem kell áldozatokat hoznod, de az igazság az, hogy gyerekek, az én módszeremmel azt teszel, amit akarsz. Ez a frankó. Tehát, hogy úgy működik a dolog, hogy azt teszel, amit akarsz. Persze, lehet rajta finomítani, rámehetsz a szálkásodásra, meg ugye alakíthatsz magadon, tehát ilyen módon érdemes kontrollálni azt, hogy mit eszel, de végülis bármit tehetsz. Tehát ez úgy van kitalálva. Fontos a sport. Fontos a sport. De ami a lényeg, hogy amit én mondok most nektek, ez nem illúzió. Mert mi van ezeknél a fitness kajáknál? Most én nem akarom senkinek az üzletét rontani, félre ne értsetek, de tulajdonképpen az a lényeg, amit észrevettem ezekbe a tanácsadókba, meg edzőkbe, tisztelt a kivételnek, nagyon sok esetben az történik, hogy egy ember nagyon komoly munkával elér valamit, utána kialakít egy terméket, és a termék formájában saját magát, mint illúziót adja el a közönségnek. Tehát arról van szó, hogy csinálok valami fitness kaját, nem mondok semmilyen márkát, félre ne értsetek, kakaós csigát, pogácsát, tök mindegy, hát és ez az abszolút mindenmentes kakaós csiga, stb. És akkor az van, hogy az emberek, akik leszeretnének fogyni, de áldozatot nem akarnak hozni, azok azt hiszik, hogy ha minden menteset eszik, akkor abból annyit tehetnek, amennyit akarnak, és ugyanolyan kövérek és betegek maradnak, mint amilyenek azelőtt voltak, hogy a mindenmentes tennék. Mert teljesen mindegy, mit eszel, hogyha egy teherautónyit eszel belőle. Tehát az az igazság, hogy amit én csinálok, az bizony áldozatot. Tétele vagy áldozathozatallal, jobb esetben, helyesebben szólva, felajánlásra jár, mert felajánlást kell tenned. Tehát ezt akkor érdemes csinálni, hogyha valóban elhatározod, hogy szeretnéd elengedni a sertési elmezt. Tehát, hogy nem ér neked annyit a rágás. Többet ér az egészség. Meg a kinézet. A kinézet is azért fontos, mert sugározza azt, hogy ki vagy. Tehát, hogy itt áldozatra szükség van, az biztos. De cserébe azt teszel, amit akarsz. Semmit nem kell elfelejtened. Egyetlen ízt sem, amit szeretsz. Tehát ez tényleg így van. Úgyhogy az én módszerem, ez egy jó módszer. És most már, hogy ennyit vakoltam róla, mert látom, hogy marha kíváncsiak vagytok, el is mondom nektek, hogy mi ez. Sokan sejtik egyébként, és sokan pedzegették is a témát, hogy vajon mit csinál a Laci? Időszakos böjt?
időkapus kajálás. És majd, hogy nem, eltalálták, hogy mit csinál a Laci. Tehát valóban a módszer, a Dopeman-féle módszer, az a már sokak által ismert és alkalmazott időszakos böjtön alapul, ami Amerikában egyébként egy nagyon népszerű táplálkozási forma, és meg is vannak neki a történelmi gyökerei, és meg is van neki egyébként nem csak a evolúciós, meg biológiai háttere, hanem a történelmi háttere is megvan ennek, tehát ez nem egy új dolog. Például az ókorban a Buddha, meg a szerzetesek, azok úgy táplálkoztak, hogy a nap első felében elmentek kaját koldulni, egy órát azzal töltöttek, hogy táplálkoznak, és akkor utána a nap további szakaszában már nem ettek semmit. Na most ennek lett egy amerikai trendje, nagyon divatos most, ez a nem is tudom milyen fasting, intervalami, lényegtelen, és akkor ennek van a különböző, ugye, szakasos felosztása, meg különböző módjai, hogy ezt hogy lehet csinálni. Ami a lényeg az az, és ami szerintem a hiba, és amiért egy idő után esetlegesen nem működik, vagy éppen ellazulsz, vagy túlzottan kifeszülsz, stb. Az az, hogy általában az emberek mindig ragaszkodnak egyfajta intervallumhoz, és azt csinálják. Hát a leglájtosabb verzió az a 16 órát nem eszel, 8 órát eszel. Akkor van olyan, hogy 18 órát nem eszel, 6 órán át eszel. Akkor van-e, ha 20 órán át nem eszel, 4 órán át eszel, és a legvadabb amerikaiak azok 23 órán át nem esznek, és 1 órában meg esznek. De akkor mindent. Bevisznek akár 5-6 ezer kalóriát is. Tehát utána fölfúvódva, mint egy rozmár forgolódnak 1-2 órán keresztül. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta verzió, hogy egy valamire ráhaz, az azért nem működik, mert előbb-utóbb kimozdultság lesz, másik pedig, hogy előbb-utóbb adaptálódik hozzá a szervezet, és akkor már nem úgy hat. De ez mindennel így van, tehát bunyóban is az van, hogy azért vannak például a váltott ritmusú zsákolások, hogy 20-10, 20 másodpercet lazán ütsz, 10-et sorozod, vagy kemény ütéseket csinálsz. Tehát a ritmusváltások mindenben szükségesek. Én azt tudom elmondani, hogy én mit csináltam, és nálam hogy működött, és aztán ebből természetesen le lehet vonni a következtetéseket. Tehát ami a lényeg az az, hogy amit még előtte el akarok mondani, tehát az nagyon fontos, ugye most egy táplálkozási szakemberek, meg dietetikusok, meg mindenki, és senkinek a tudását nem vonom kétségbe, biztos, hogy sokkal jobban tudják, mint én megint csak, mint létfigyelő, tehát én az igazi megmester, a kókler. De aztán lehet, hogy van valami logika abban, amit beszélek. Tehát ugye azt mondják mindig, hogy naponta 5-6-szor kell étkezni. És akkor ilyen kicsiket, meg csirke rizs, meg saláta, meg izé, és akkor 5-6-szor mindig egy picit, és akkor jó. Na most, ezzel nem is annyira foglalkoztam egész addig, míg el nem kezdtem a módszert, de utána elkezdtem vele foglalkozni, meg a Kásás Tamás barátommal is beszélgettem, ő is hasonlóan étkezik. És az a lényeg, gyerekek, hogy én azt gondolom, hogyha az ember folyamatosan egész nap eszik, az a legrosszabb, amit tehet. Ha kicsit eszik, ha nagyot, teljesen mindegy. Az, hogy folyamatosan eszik, tulajdonképpen az egyik legrosszabb, amit csinált. Egyrészt rá kell jönnünk arra,
hogy az ember természetes környezetben nem tudna folyamatosan enni. Tehát az a lehetőség, hogy akkor eszik, amikor akar, és nagyjából annyit, amennyit akar, ez a fejlett társadalomban mindenhol jelen van, de még a kevésbé fejlettekben is, tehát az ember marha nagy jólétben él különben, ez nem egy magától értetődő dolog. Tehát ez egy tök ellentétes állapot azzal, hogy az ember egyébként élne. És ez azért van, mert még annyira bennünk él, ösztöni szinte, hogy valamikor nem ehettünk, hogy ez ilyen nagyon jó esik, hogy mindig van valami kaja, ami közelben van, amit meg lehet enni. Tehát egyrészt az ember természetes létezésével teljessége ellentétes az, hogy folyamatosan valamit eszeget. Vagy az, hogy 5-6 alkalommal kicsit, egészségeset, ilyet, olyat, amolyat, meg snackelget. Tehát ez nem, nincs. Az ember nem így működött, meg egyébként az állatok se így működnek, szóval semmi, a lények nem így működnek, ez nem egészséges életmód, mert igazából az ember azért, hogy ehessen, ugye mozog. Megy, megszerzi a táplálékot, vagy mezőgazdaságot folytat, vagy vadászik, vagy gyűjtöget, valamit csinálna, így van kialakítva, és akkor az izomzatának, meg a szervezetének a működését, azt utána megszerzett táplálékkal fönntartja. Tehát ami nagyon fontos, és amit meg kell érteni, hogy a kajának az a funkciója, amit most a 21. században, meg a 20. század második felétől betölt, miszerint a kaja egyenlő a szexel, ez nem egy természetes és működőképes állapot. Tehát a kaja az elsősorban igenis üzemanyag. Tehát felöltöztethetjük a legszebb ruhába, a legfinomabb ízekkel elkészíthetjük. Nem gond ez, hogy ez aktuálisan egy hatalmas élvezeti forrás, de sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy az étel az nem szexuális partnerünk, és nem arra van, hogy érzelmi életet éljünk vele, és a frigider se hálószoba, baldahinos ágyal, rózsával bevetve, hanem a frigider arra van, hogy tulajdonképpen az üzemanyagot tárolja számunkra. Na most az, hogy milyen fajta üzemanyagot eszünk, az egy másik kérdés, nyilván olyat eszünk, amivel a legjobban működünk. De alapvetően az, hogy folyamatosan eszünk, az nem egészséges, és mondhatják, hogy igen, de hát nézzünk rá a társadalmunkra, és nézzük meg az embereket, akik mindig tudnak enni, hogy néznek ki. És ezt azért tudom, mert én is éltem úgy, hogy mindig ettem valamit, tehát teleszart búváröltöny voltam, maradjunk ennyiben. Na most a másik dolog. Van a tibeti szerzeteseknek egy módszere arra az elengedés gyakorlásra, amit például az étellel folytatnak. Mondjuk, hogy van egy sütemény. És akkor van egy sütemény, gyönyörű, szép, cukrászati remekmű, mint az az olasz cukrásza, mit tudom, melyik sorozatban, a IDTV-n vagy valahol, és fogod magad azt a sütit, ugye beveszed a szádba. És ahogy összerágod, meg a nyálad nyelhetővé teszi, tehát ilyen nyákos valami lesz belőle. Aztán lemegy a torkodba, szépen lassan, ahogy megy le a gyomrod felé, jönnek ezek a nedvek, még inkább síkosítják, lemegy a gyomorba, kiszívja belőle a hasznos táplálékot, akkor már ilyen zöldes, krikszkraft, fröccsrocs valami, és akkor utána megy le a beledbe, és kuka kaki formájában barna, büdös szlöttyként távozik. Na most, amikor már az a barna, büdös valami, amit kakinak nevezünk, kulabá, ott van a gyomrunkba, az már a méreg. Tehát ugye a tápanyag, az már ki van szedve. És a méreg van ott a belegben. Na most, hogyha 5-6-szor táplálkozunk egy nap, akkor nyilván valamilyen módon az anyagcserénk gyorsaságával összefügg, de folyamatosan a beleinkbe méreg tárolódik. Amellett, hogy valamilyen tápanyag elosztás már van bennünk. Pluszban a folyamatos inzulin fenntartás, az inzulin jelenléte a
szervezetbe, a vérbe, ugye az inzulin szállítja el a kaját a sejtekhez, tehát az a lényeg, hogy az meg folyamatosan éhesen tart. Tehát minél többet eszel, annál éhesebb vagy. Nincs az, hogy egy idő után, hogy az éhség az kielégítődik, hanem pontosan a vágy vágyat kelt, és jön az éhség. Éhségre éhség. Érted? Na most, tehát tulajdonképpen folyamatosan egy kimozdult állapotban vagy. Na most ugye például a kövér elhízott ember, ott az van, hogy ő ennek a vágynak a fogságába a tápanyagból is nem elég, hogy a belébe mindig a méreg áll, még tápanyagból is több van bőven kivonva, mint amire szüksége van. Tehát egy folyamatos más állapotban van, egy beállt tudati állapotban, és fizikálisan is ugye egy ilyen eltorzult verzióban van. A mozgás koordinációja rosszabb, a tájékozódása, a gondolkodása, a vérnyomása, teljesen felborult a működése. Magyarán egyébként ugyanolyanok vagyunk, mint a tárgyaink, meg a gépeink, tehát tisztán kell magunkat tartani, pont annyi üzemanyag kell, amennyi szükséges. Tehát nézzétek meg, hogy az autó az egy milyen okos szerkezet ilyen módon, mert nem tudsz bele több benzint tölteni, mint amennyire szüksége van. Tehát a 60 literes tankban nem tudsz 80 liter tölteni, mert a 80 liter az kifolyik, érted? És ha kevés az üzemanyag, akkor bele kell rakni, és még addig is elmegy, amíg van benne üzemanyag. Tehát, hogy ez az, ami nagyjából emögött, a fasting mögött egy ilyen, mondjuk úgy, hogy idézőjelbe vett tudományos hátteret biztosít. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta hozzáállás, amit most mondanak ilyen táplálkozási szakértők, hogy mindig enni kell valamit. 2 óránként enni kell, vagy 3 óránként. Tehát alapvetően én meg azt gondolom, sőt, tapasztalom is magamon, hogy jó azt az emésztőrendszert béké hagyni. Halál komolyan mondom, a frankot mondom. Tehát a legjobb az üresség állapota, ti is tudjátok. Tehát mikor telezabálod magad, akkor csak forgolódsz. És mikor jó, kirottyantod magad a WC-n, az az üresség állapota a legjobb. És úgy meg is könnyebbülsz, hogy ez milyen faja. Na most, én sokat hallottam erről a fastingről, meg minden. Na mondom, kipróbálom, hogy hogy tud ez nálam működni. Ugye általában sokféleképpen lehet nekivágni egy dolognak. Vannak, akik úgy szeretik, hogy akkor 16-8, és akkor az még egy viselhető. Szerintem a 16-8 az egyébként semmi. 16-8 az egy tök átlagos életmódnak megfelelő, tehát mit tudom én, 10 órakor reggelizel, 14 órakor izélsz, ebédelsz, 18 óra előtt valamikor vacsorázol, és utána már nem eszel másnap 10-ig. Ez nem egy nagy vaszizdasz. Ez semmi. Na most, amit én csináltam, én gyerekek, mondom, kipróbálom magamat, és akkor nekiugrok. Egy 18-6-tal kezdtem volna. És az első alkalommal, amikor mondom, most nem eszek minimum egy 20 órát. És úgy megoldottam, hogy nem ettem 20 órán keresztül, és akkor egy 4 órába ettem. Tehát mit tudom én, előtte való nap 6-tól már nem ettem, és másnap 2-ig, ugye? 2-ig, 14 óráig. Nem ettem, és akkor utána este 6-ig ettem. És csináltam ezt a 18-6 órás dolgot utána. Illetve utána kezdtem a 18-6 órát. Tehát 18 órát nem ettem, 6 órába ettem. Na most viszonylag hamar már jöttek a jelek, tehát kezdett ugye kicsit beesni az arcom, kezdtem beszálkásodni, kezdett lemenni a súly. Nem ilyen őrült rohamba, de kezdett lemenni. Na most az elején nyilván kell szembenézni olyan dolgokkal, hogy amikor azt hiszed, hogy már rosszul vagy, hogy fú, le van esve a vércukrom, valamit enni kell.
semmi gond. Nem is tudod elképzelni, hogy mennyire nem vagy még éhes. Mennyire a fejedbe játszódik ez le. Halál komolyan. Tehát én például kipróbáltam olyat, hogy 18 óra, 6 órában voltam, és 12 órakor ehettem volna, és 9:30-kor kezdtem el edzeni, zsákolni. És éreztem, hogy lehet, hogy kelleni fog egy szőlőcukor, mert nagyon le van esve a vércukrom, és jaj, mi lesz, de kipróbálom. Azt, hogyha nagyon rosszul vagyok, akkor majd eszek valamit. Elkezdtem edzeni, ne tudjátok meg, mennyi tápanyag, felesleges üzemanyag van még a szervezetben, mennyi üzemanyagot tud még a szervezet kimerni onnan, ahol azt gondoljátok, hogy nincs. Semmi bajom nem volt, sőt, edzés után még kibírtam volna sokkal többet evés nélkül. Tehát ami a lényeg, vannak ilyen szakaszos gondolkodások, tehát 16 óra, 8 óra, 18 óra, 6 óra, 20 óra, 4 óra, 22 óra, 2 óra, 23 óra, 1 óra, ilyenek. Na most az a lényege, hogy, és ez a legszebb az egészbe, hogy nyilván nem mértéktelenül, de abban az időben, amikor ehetsz, akkor ehetsz bármit. Tehát én bármit eszem, gyerekek. Mondom, tortát, makaront, lehetnék ennél sokkal spártaibb, tehát akik ilyen nagyon elvetemültek, azok mondják, hogy csak zöldség, meg csak ez, meg csak az, meg csak az. De én azt mondom, hogy eleve, amikor már eszem, akkor valóban az evéssel vagyok elfoglalva, és akkor legalább azt teszem, amit szeretek enni. Tehát olyan ízt. Persze nem lehet elmenni az őrületig, több dolog is van, ami segít benne egyébként. Tehát, hogyha csinálod ezt a fajta szakaszos étkezést, tehát időkapuba eszel, a gyomrod elég hamar össze fog menni. Tehát emberek vagyonokat fizetnek ki orvosoknak gyomorgyűrűkért, meg ilyen gyomor összevarrásért, meg ilyenkért. Se fölösleges. A gyomrod az egész egyszerűen összép húzódik, tehát abban az idősávban, amikor ehetsz, már nem is bírsz annyit enni, hogy kitáguljon a gyomor, mert egész egyszerűen nem fér beléd. Szó szerint nem bírsz többet enni, egy idő után eleged lesz. Akármit is eszel, akármilyen finom, nincs ez az őrület, hogy a végtelenségig eszel, meg kipukkanásig. Nem fogod bírni a kajázást egy idő után. Tehát nagyjából annyit fogsz enni, ami a gyomrodnak elég. Na most az üres szakaszban, egyébként ennek utána lehet olvasni, nemzetközi fórumokon is, meg több doktor, professzor leírta. Tehát ami a lényeg, hogy az üres szakaszban az történik, hogy ugye az inzulin szint az teljesen lemegy. Egy idő után a cukorraktáraidat kiüríti a szervezet, és elkezd a zsírhoz nyúlni. Aztán még egy bizonyos idő után már beindulnak ilyen öngyógyító folyamatok, pluszban olyat is csinál, hogy a sérült, törött sejteket megeszi a szervezet, és energiát csinál belőle. Tehát például nekem, hát nagyon sokat sportolok, meg ugye az ökölvívás, erősítés, tehát hogy mindenem fájt, a könyököm, a vállam, a térdem, tehát minden, ami lehet, az fájt rajtam, de komolyan mondom. Gyerekek, semmim nem fáj. Olyanokat alszom, hogy öröm nézni. Tehát fantasztikus jókat alszom. Nincsenek igazából fájdalmaim. Nem mondom, hogy nincs, hogy meghúzom magam, vagy izomlázom lenne. Van ilyen, de alapvetően, amikor érzed azt, hogy már így, fáj ez, fáj az, nincs. Megszűnik. Egész egyszerűen. Na most, amit én forradalmasítottam ezen az egészen, és ahol a személyre szabásod működik, tehát önön magad személyre szabása, vagy hogyha választasz magadnak egy gurút, akiben csalódni fogsz. Tehát az a lényege, hogy én azt gondolom, hogy ellentétben az ilyen arcokkal, akik ezt is csinálják, hogy
akkor 23 órán át nem eszem, és 24 órába utána egy órát eszem, és ezt nyomja reggeltől estig 100 éven keresztül. Egyrészt bazeg, tehát egy idő után unalmas lesz, monoton, és elkezdesz vágyni valami másra, és egy idő után hozzá is áll a szervezet, ugyanolyan, mint a bunyó. Megtanul zsákolni, egy idő után tudsz linkelni. Tehát még a 23 óra után az egy órát is be tudod osztani úgy, hogy egy órába úgy egyél, hogy ne legyen jó. Még emellett is. Tehát amit én csinálok, meg ami nekem kialakult, az olyan, hogy én váltogatom a ritmusokat, és még hetente is akár váltogatom a programot, tehát általában úgy szoktam nem enni, hogy én 4 órába eszem, 20 órába nem eszem. Mondjuk egy napot. Aztán 22 órába nem eszem, 2 órába eszem. Utána megkegyelmezek. 18 órába nem eszem, 6 órát eszem. Akkor utána megint bevágok egy 20-ast. Aztán utána megint csinálok, mondjuk egy 18-ast, és utána csinálok egy nap böjtöt, amikor meg semmit nem eszem 24 órán keresztül. És a hétvégében megint csinálok egy 18-6-ot, meg egy 24-et. Amikor épp nem eszem, akkor természetesen a sókat, ásványi anyagokat, mit tudom én, kávét, vizet, tehát ilyeneket viszek be, de ilyen kamukat például nem csinálok, hogy húsleves kockát szopogatok, meg ilyenek. A mozgásokat, az edzéseket, azokat érdemes az üres állapotban csinálni, tehát nagyon hatásos, nagyon működik. Futás, aerob mozgások szuperül működnek az üres állapotban, kajázás előtt. Kegyetlen hatása van. Lehet edzeni kajálás után is, én most azután fogok, tehát például nekem a heti programom az olyan, hogy hétfőn kezdtem, most 23 órán át nem ettem, és 2 órába ettem. De most legközelebb 20 vagy 21 óra múlva fogok enni, és akkor 3 órába nem enni, és 3 órába eszem. És utána megint 23 órát nem eszem, és úgy 1-2 órát eszem. És ezt váltogatom, és a hétvégén csinálok egy böjtöt. És olyat is szoktam csinálni, hogy egy hónap egyszer megcsinálom a 48 óra nem evést, illetve majd karácsony alkalmából megcsinálom a 72 órát is, akkor ez az autofágia, ez kimaxolja magát. Tehát akkor olyan sejtregeneráció megy végbe, meg még növekedési hormontermelés indul el. Nagyon kemény dolgok. De, tehát ezt azért mondom, mert tapasztalom. Na és hogy miket eszem? Hát gyerekek, tehát ez a módszer a legnagyobb, mert azt tesz, amit akarsz. Tehát nem mondom, hogy nem kell mértéket tartani, mert kell, tehát nem eszetlenül, nyilván a szervezet nem is engedi. Tehát, hogyha megszokott, hozzászokik a szervezet, nem bír zabány, de gyerekek, azt teszek, amit akarok. Komolyan mondom. Tehát a dopmódszer, eszek pizzát, rántott sajtot, salátát, sült krumplit, őrségaranyatortát, makaront, iszok kólazérót, ha úgy van, bort iszom, kájpirinnya koktélt csinálok, indiai kaja, ázsiai kaja, kajázok bármit. De halálfrankon mondom, tehát mértékkel, nem mint egy őrült. Egyébként elkövettem egy-két ilyen egynapos böjt után, hogy nekiültem, és mint az őrült. Úgy ettem, mint az állat. És akkor meg utána fölfújt állapotban. De ezt meg kell tanulni. Nem szabad magad megmérgezni kajával. Például a böjtöknél úgy működött, képzeljétek el, hogy mikor 18-6-okat csináltam még, meg a 20 óra, 4 óra, meg ilyeneket, és akkor csináltam mindig 3 hetente egy egynapos böjtöt. És a böjt után sokszor nehezebb voltam, mint mielőtt elkezdtem böjtölni, mert visszafogott a szervezet. Mindig ez a dumájuk egyébként a szkeptikusoknak, hogy el fogsz hízni, mert majd a szervezet visszapótol, meg azt nem lehet, hogy nem eszel, mindig kell valamit enni, azt mondja a dietetika, meg az a tudomány, ezt mondják. Mindegy, nagyon okos mindenki, nagyon tudják,
Ha ráérzel, akkor rá fogsz jönni, hogy lényegte, hogy mit mondanak. Működik nagyon a sztori, semmi bajod nem lesz tőle. Nyilván azt mondom, hogy előtte érdemes egy orvossal tárgyalni, tehát a házi orvos, belgyógyász, vagy bármi, vagy hogyha van egy ilyen már kialakult cukorbetegséged, vagy akármi, akkor azt érdemes megnézetni, meg kontrolláltatni, tehát azzal nem érdemes így beleugrani ebbe ilyen vadul, érdemes róla beszélni, de tulajdonképpen még a szerzett cukorbetegséget is tudod vele orvosolni, mert egész egyszerűen átáll a szervezeted arra a működése, ami az emberi lénynek a lehető legjobb és legtermészetközelibb működése. Tulajdonképpen úgy kezdesz el táplálkozni, mint bármelyik másik élőlény az univerzumban, aki bizony csak kemény munka meg harc árán tud a kajához jutni. Hát szerencsére nekünk nem kell megvívni érte, meg ilyesmi. Annyit kell csinálnunk, hogy nem megyünk a frigiderhez non-stop szerelmet vallani. Tehát ez ennyi, amit tenni kell. De igazából azért mondom, hogy ez egy olyan út, amiben valóban van eredmény, és akkora lemondás nem igényel, mert nem kell hátat fordítanod. Igazából a mértékre tanít meg, hogy mindent lehet, csak be vagy határolva. És ilyen szempontból az időkapu, az nagyon nagy segítség, mert ugye azt mondod, hogy hát déltől lehetek 6-ig, 18 óráig, 12-től 18-ig, utána már nem lehet. De abból azért annyi élményt, amíg még kajaszerelmed van, föl tudsz halmozni, hogy kibírd az újabb 18 órát, aztán rájössz, nem olyan nagy dolog. És ami legszebb, hogy szépen lassan a kaja iránti szerelem is elmúlik. Tehát egy idő után megváltozik a kajának a lényege. Visszakerül az étel oda, ahova való. Hogy az igazából csak arra van, hogy elmenjek A-ból B-be, meg tudjam vezetni az autót, meg tudjak edzeni, meg el tudjam végezni a munkámat, meg tudjam ölelni a gyerekem. Tehát, hogy nem a kaja az univerzum középpontja. Hát attól vagyunk emberek, hogy valamilyen módon rájövünk arra, hogy amit az állat ösztönösen tud, de a sok harc miatt folyamatosan középpontban tart, azt mi oda tudjuk tenni, tehát lehetőségünk van rá. Tehát az, hogy nekünk mindig van kaja közelünkben, nekünk lehetőségünk van arra, hogy akkor nyúljunk hozzá, amikor valóban szükségünk van rá. Mert sokkal többször nyúlunk hozzá, mint amikor szükségünk van rá, és emiatt folyamatosan mérgezett állapotban vagyunk. Nyilván ez az én álláspontom, és lehet ezzel szemben is állást foglalni, meg vannak mindenféle ilyen-olyan tudományos bizonyítékok. Én egy dolgot tudok, nálam nagyon működik. Tehát abszolút. Nem romlott a teljesítményem, nem lettem gyengébb, nem történt velem semmi. Sőt, sokkal vitálisabb vagyok, jobban működök, még a fejed is, az agyad kiélesedik az egész. Sokkal élesebb vagy, sokkal éberebb. Sokkal inkább, mert a kaja, meg a folyamatos tömés, vagy a folyamatos evés, vagy az evéssel való folyamatos foglalatoskodás, az eleve tompán tart. Tehát tompa leszel tőle. És ezért mondom, hogy ennek nagyon sok pozitív hatása van. Ami az én nagy újításom, az az, hogy én váltogatom a ritmust. Na most, ugye ez nyilván vagy mindenkinek magának, vagy segítséggel kell kitapasztalnia, hogy hogy tudja váltogatni a ritmust. Ami szép, hogy eredmény az tényleg jön, és hamar jön. Tehát ha csinálod, akkor jön. Akkor nem úgy van, hogy állni kell és várni, hogy mikor történik már valami edzőbá. Szóval jön. Működik sport nélkül is, de én a sportot nagyon javallom hozzá, tehát azt gondolom, hogy érdemes valamilyen sporttevékenységet folytatni, ami jó. Hát a sport maga az kell, tehát hogy nagyon szükséges az. Bocsánat. Tehát az
fontos dolog a sport. Egyébként is. Tehát nekem az életemet mentette meg az ökölvívás, meg hatalmas tanításokat adott, legalább akkorákat, mint a buddhizmus. Tehát vagy fussál, vagy ússzál, erősíts, váltogathatod is ezeket. Érdemes minden napra valami sporttevékenységet beiktatni. Ha fél óra, fél óra. Ha egy húzamosabb futás, egy húzamosabb futás. De érdemes mindig valamit. Minden nap csinálj valamit, az ad neked egy ilyen tartást, hogy ma is végeztél valamit, de ez az időkapus kajálás akkor is működik, ha ezt nem csinálod. Viszont minél kevesebbet sportolsz, már kiszáradt a torkom a sok pofázástól, tehát minél kevesebbet sportolsz, annál jobban oda kell figyelni arra, hogy minél több zöldséget egyél, és minél inkább elmenjél ebbe a táplálkozási irányba, hogy könnyen és gyorsan emészthető dolgokat vigyél be, és úgy rakd össze azt a kalóriát, amire szükséged van. De azt is jelzi a szervezet, hogy mi van. Ha sportolsz, minél többet sportolsz, annál többet engedhetsz meg magadnak, mert annál többet égetsz. Mert ami a lényeg az egésznek, tehát lehet itt pofázni mindenfélét fogyási trükkökről, meg diétákról, meg erről, arról, amarról, nincsenek nagy varázslatok. Tehát legalább annyit kell elégetni, mint amennyit beviszel. Ez az alap. Ott, ahol nagyon nagy a felesleg, meg a többlet, ott sokkal többet kell égetni, mint amit beviszel. Egész addig, amíg van rajta zsír, nem lehet bajod. Mert van üzemanyag, tehát van kraft. Ha pótolod a sókat, a magnéziumot, az ilyen-olyan ásványi anyagokat, amik ugye a szívhez kellenek, az agyhoz, meg a működéshez, amíg van rajta zsír, kutya bajod nem lehet. Tehát ez a módszer, amit én csinálok, és hát, mint látjátok, működik. Tehát rajtam lehet látni, és igazán különösebb olyan lemondás, hogy vége, nem ehetsz ezt, nem ehetsz azt, nem, nincs szükség. Amit akarsz, azt teszel. Ami a lényeg, hogy nyilván egyfajta fegyelmet kell gyakorolni, de ez nem áldozat, hanem felajánlás azért, hogy egészséges legyél, hogy ne halljál meg 60 évesen infarktusba, ne kapjál sztrókot, ne legyen rajtad kurva nagy túlsúly, és például ne kelljen fosnod akkor, mikor jön egy koronavírus, és tudod arról, hogy az ilyen krónikus betegeket lazán elviszi magával. Tehát az a lényege, hogy úgy tudsz tenni az egészségedért, és ez a módszer, ez segít ebben, mert egyrészt ugye tisztán tart, üresen tart, és segíti a szervezetednek a funkciós működését. Tehát, hogy ne azzal legyen elfoglalva a szervezet, hogy az általad kialakított problémával küszködik, mindegy, mibe veszed be a töbletet, teljesen mindegy. Hanem azzal legyen elfoglalva, hogy úgy működik neked, ahogy arra szükséged van. Szóval nagyjából ennyi, amikor üres vagy, abban az időben is ugye folyadékbevitel, mondom a sók, ásványi anyagok, ezek nagyon fontosak, ezek az ilyen elektrolit cuccok, ezek nagyon fontosak. Érdemes néha fegyelmezettebbnek lenni, de lehet néha lazítani. Tehát van, amikor egész rigorózus vagyok, és akkor van, amikor az üres állapotban is iszom üdítőt. Tehát még ilyenek is van, de ezeket úgy érzed. A nagyon fontos, hogy a kajába az órát tartsd be. Vannak a YouTube-on rengetegen, akik ezt csinálják, vannak egész elvetemültek, mondom, de azoknak nekem az alakja már ilyen bocsáska forma. Tehát én szerintem nem az a cél, hogy ilyen egészségtelen sovány emberek mászkáljanak, mint ahogy az egészségtelen kövér emberekre is sok szenvedés vár. Tehát itt a lényeg az, hogy megtaláld a balanszot. És az a lényeg, hogy azt az időkaput, amíg ehetsz, azt is okosan használd ki.
Tehát ne arra használd ki, hogy utána, amikor bezárul a kapu, 4 órán át forgolódjál, hanem nagyjából tanulj meg úgy enni, hogy utána szépen tud tenni a dolgodat tovább. És akár, mint olyan pár óra múlva egy aktív sportolást is csinálhass. Úgyhogy ez a módszer, én vagyok a pápája, és hogyha szeretnétek tanácsadást, vagy ilyesmi, akkor belevágnátok, akkor keressetek privátba, és van az a pénz, hogy felügyelem a műsort. Aztán, hogyha eredményes, akkor továbbadhatjátok, vagy küldhetitek a többieket. De, és ezért is vártam vele eddig, mert ugye, amíg ugyanaz van, tehát ültem, és hogy 85 kiló voltam, addig minek mondjam? Tehát, hogy most lement rólam 2 kiló, bármi történhetett volna. De mikor először ráálltam mérlegre, és 79,9 voltam, és utoljára 18 évesen kezdődött 7-es a súlyom, hát a kártel időkről nem is beszélek, hát miből jöttem vissza? Tehát az a lényeg, hogy ott azt kell mondjam, hogy tud valamit. És úgy, hogy nekem most már 2020-ban, hát tulajdonképpen 17 éves, idézőjelbe vett, élsportolói hobbista múltam van. Tehát és ott se bírtam bizonyos dolgból faragni, és ezzel ment fél év alatt. Úgyhogy én ebben nagyon hiszek, nagyon működik, és mondjuk nekem kell mellé a mozgás, de az én szervezetem az megszokta nagyon sok sportot. Tehát ez a baj a komoly sportolása, hogy azt már sose lehet abba hagyni, mert onnantól, hogy nem mozogsz, már teljesen máshogy dolgozza fel a szervezet a dolgokat. Lehet ezt látni sok ilyen sportolón, aki abba hagyja az én sportot. Tehát a sportot soha nem lehet abba hagyni, de mondom, úgy is működik. Mert elsősorban minden a kaján múlik. De meg fog változni mindennek a minősége. Lazán fogsz tudni kakálni, akkor egy csomó ilyen egészségügyi dolog meg fog változni. És az alvás jó lesz, mondom, elmúlnak a fájdalmak, a hangulati tényező, teljesen más. A frontérzékenységtől kezdve minden, a élethelyzetek, amiket kezelni kell, tehát legalább olyan előnyös ez a dolog, mint mondjuk a meditáció, vagy éppen valami filozófiának, vagy sportnak a gyakorlása. Úgyhogy csak ajánlani tudom, és hogyha segítségre van szükségetek, keressetek nyugodtan, tehát én megcsináltam, végigcsináltam, tudok benne segíteni, persze természetesen mondom, aki nem teljesen egészséges, vagy bármi kérdés van benne, forduljon orvoshoz. Én anyám, apám mondta, enni kell, kisfiam, enni, nem eszel eleget, jaj, enni, te micsit, te hülye, el fogsz fogyni, meg minden. Mondom, hol, nem láttok? Hát nézzetek már rám, hol vagyok elfogyva? Tiszta izom vagyok. Hát ha 78 kiló lennék konstans, az 1,75 centi magasságomhoz, még akkor se lennék elhízva, 65-66 kilósan lennék teljesen zsírmentes. És akkor elment apám vagy anyám az orvosához, és mondta neki az orvos, hogy a lehető legjobb, amit lehet csinálni. Minél kevesebbet tömni a testet. Tehát gondoljátok bele, hogyha csak a napi snackkezéstől megszabadultok, hogy mindig valamit rákcsáztok. Már az hatalmas forradalom. És ugye az időkapu ettől megszabadít. Na ez volt a módszer bemutatója, és akkor természetesen lesznek róla videók is, például arra gondoltam, hogy jövő héten videó formájában megcsináljuk, hogy mondjuk egy hetet, hogy csinálok végig, így mondjuk kitalálok valami ritmust, és akkor megmutatom, így ledokumentálom, hogy működött, és akkor mérlegre is állnánk, hogy lássátok, hogy ez az egész sztori valóban működik, de amennyiben valaki hitetlen, nyugodtan menjetek föl az Instagram oldalamra, rengeteg half naked fotóval rólam, meg a mérleget is sokszor befotóztam, úgyhogy azt is lehet látni. Úgyhogy
aki nem hiszi, járjon utána, és akkor jövő héten csinálnánk egy ilyen módszeres hetet, hogy ez hogy működik. Mit tudom, én lemérem magam hétfő reggel, ébredés után, és akkor végig mérlegelünk, meg végig csinálom, hogy mi van, és akkor lekövetjük, hogy mi történik velem. Na, ez volt már a Dopement TV adása. Ha tetszett, oszd meg, és iratkozz fel a Igazi Dopement TV YouTube csatornájára, lájkod és diszlájkod, illetve kommenteld a tartalmait, ízlésed szerint, nyomjál rá a kis harangra, kövess be az Instagramon, aki a Facebookon van velem, az a subscribe-ra nyomjon, fenn vagyok a Twitteren, TikTokon, Redditen, van egy Dopfiber mafiám, a Szivárvány Világ című videoklippem már lassan 27 ezernél tart, nagyon boldog vagyok, osszátok meg azt is, és nem sokára jön az új dalunknak a klipje, és hogyha minden jól megy, akkor az lesz nektek december 24-én a karácsonyi ajándékom. Remélem, így elsőre kimerítő volt, és mondom, ha bárkinek tanács kell, vagy ilyen folyamatos foglalkozás, hát az, megmondom őszintén, nem lesz ingyen, de cserébe reméljük, hogy hatásos lesz. Na, puszilok mindenkit, ez volt Dopement Papa, a guru, akiben csalódni fogsz. Szép estét, sziasztok!